Ó, amikor először olvastam a film összefoglalóját, azt gondoltam, amint kijön, majd darabokra szedhetem. De most, hogy itt van, nem tehetem. Teljesen. Préda. Aki nem tudná, a film a legutóbbi rész a Predator szériába, ami a Predator 2 óta igazából bugdácsol a mozikban. A produkciós irodának annyira nem volt hite ebben a filmben, hogy levették az idén augusztus 5-ei mozi megjelenésről, és a Hulu streaming servicere tették. És hát olvasva a film összegzését nem csodálom, hogy hitet vesztettek. Nehéz volt előkaparni, de ez volt az első összegzés. Egy indián lány felveszi a harcot egy ismeretlen ragadozóval, hogy leszámoljon a gender normákkal, és bizonyítsa a helyét a férfiak uralt a társadalomban mert a predátor film alatt a gender normákról, a férfi uralomról, meg a fehérek bűneiről akarok kioktatást nézni. Szerencsére ezt a leírást azóta még az IMDB is megváltoztatta. Igaz, a tematikából találunk bőven a filmben, de csak kis részben megy az ember idegeire. A történet szerint 1719-ben Naru, az ifjú indián lány nem elégedett a szerepével a törzsükben, ezért be akarja bizonyítani, hogy ő is talpra esett vadász és értékes tagja a törzsnek. Lehetősége lesz bizonyítani, amikor a törzs egyik tagját elragadja egy puma, és egy vadász csapathoz társul, hogy megöljék az állatot, és jó esetben megmentsék a társukat. A mentőakció során felfigyel a lány egy új és ismeretlen veszélyre, ami a környéken vadászik, és a törzs tagjait is kiszemelte áldozatul. Ahhoz, hogy ő és a törzs legyőzhessék ezt a fejlett vadászt, Narunak túl kell lépni a saját egóján, és minden tudását fel kell használnia az életben maradásért. Nos, kezdem a jó dolgokkal. Ez a film magasan jobb az előző Predator filmnél. Kellően brutális, látványban gazdag, van néhány lélegzet elállító tájkép, amitől leesik az ember álla, és összességében kompetensen van rendezve, nincsenek felesleges szálak, csak a vadászok találkoznak egy nagyobb vadásszal, és megindul a harc a túlélésért. Szépen lemásolták ezt az első részből. Kifejezetten üdítő azt látni, hogy a hősnőnk nem egyből tökéletes, és mindennek a mestere, meg mindenben jobb, mint a férfiak, mint ahogy azt a mostani Marvel és egyéb feminista maszturbációs vágyálmokban ábrázolják. Itt van karakterfejlődés küzdenie kell a célok eléréséért, sőt a szarvát is letörik, amikor túl nagy az egója. Én azt hittem, hogy ez illegális már. A predátor ábrázolása és a kütyüjei nagyon jók, ez a predátor szereti a puszta kezes vérengzést. Kicsit aggódtam, hogy fényes nappal mutatják meg a jószágot, de nem spóroltak, minőségi a CGI. És a zenei aláfestések is egész kellemesek. Aztán a negatívumok. A dialógus gyakran rettentően buta, és a végére egy kicsit ki kell dobni a logikát az ablakon, hogy elhiggyük, hogy egy 50 kilós nő legyőzhet egy 200 kilós predátort. Meg az elején azért erősen verik a néző fejébe ezt a férfi világbadarságot, de az szerencsére hamarabban marad. Ember Mid Thunder jó alakítást nyújt, mint Naru, és szerencsére nem egy méri szút kaptunk a karakterében. Dakota Beavers alakítja a Naru bátyját, és az a helyzet, hogy emelem a kalapom az alakítása előtt. Nem csak azért, mert sokkal szimpatikusabbra lett írva, mint a főszereplőnk, de az első filmes szerepe ellenére hiteles alakítást is nyújt, jó kiegészítés mit Thunder mellé. Számos cikk jelent meg arról, hogy forradalmi a film, meg hogy jobb, mint az összes többi, de <tosz> nem, nagyon nem ugyan nem übereli az eredetit, de azért egy szolíd folytatás, ami egyébként előzmény rész, mert 1719-ben játszódik. Nálam a film 7 a 10-ből. Most ti jöttök. Láttátok a filmet? Mi a véleményetek róla? Melyik a kedvenc Predator filmetek? Nyilván, aki nem az első részt mondja, annak orvoshoz kell fordulnia. Nálatok mi a Predator filmek rangsora? Nálam nyilván az első az első rész, aztán a második rész, aztán ez, aztán a Predators, és aztán az a 2018-as Predátor Predator förmedvény. Bármi is legyen a válaszotok, azt hagyjátok lent a komment részben. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Like ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha még a videóimról is akartok értesítéseket kapni, akkor nyomjátok meg azt a kis harangot a feliratkozás gomb mellett. Én hamarosan ismét jövök, addig is sziasztok!